két napnak a célja, hogy Özes Sándor életművére újra fölhívja a figyelmet. Perzselő szomjat kelteni a jóra címmel rendezett irodalmi konferenciát a Gyulai Várszínház az 56. évad első tematikus programjának részeként. A Székely János napok után ebben az évben ugyanis Vörös Sándor életműve került a középpontba. A konferencián négy előadó vitatta meg a költő művészetének aspektusait, valamint az emögött rejlő filozófiát. Kenyeres Zoltán irodalomtörténész, Vörös Sándor monográfusa kiemelte a költő és Hanvas Béla kapcsolatának jelentőségét, hiszen a 20. század filozófus írója szoros alkotói barátságot ápolt az általa orfeuszi zseninek tartott Vörössel. Erre utal Kenyeres Zoltán előadásának címe is. Kéziratokat nyilván kézzel írt, de hát azt már legépelték. Mindig kaptam egy köteget, hazavittem, elolvastam. Engem életemben talán Dosztojevszkij fogott meg így. Nem, most már ugye ennyi év után, meg rengeteg minden filozófiát olvasva, nem a gondolatoknak a mélysége, hanem ahogy megírta. Egy nagy, olyan hihetetlen szuggesztivitásról tudott olyan dolgokat is mondani, aminek a ellenkező se igaz, hogy az annak egy fiatal ember hatása alá került, még egy olyan zseniális ember is, mint a Vörös Sándor. A konferencián Farkas Attila művészettörténész Vörös Sándor drámáinak mesei és filozófiai elemeit vizsgálta. Butz Hunor, a térszínház igazgatója pedig a másnap előadott a Holdbéli Csónakos című bábjáték tükrében nyújtott betekintést a költő életművébe. Falusi Márton költő a Le Journal című vers poétikai és politikai filozófiai dilemmáit vitatta a kép és identitás elmélet szempontrendszereit alkalmazva. Egyrészt ugye Vörös Sándornak a korábbi versét, a Dalok Nakonxipánból című verset fogom ide kapcsolni, másrészt pedig egy kicsit rendhagyó módon Kormos Istvánnak a Nakonxipánban Hull a hó, illetőleg Petri Györgynek a Hagyma szól című költeményét. Tulajdonképpen ez az a négy vers, amelynek a összefüggés rendszerét a képelmélet és az identitás felől veszem majd szemügyre. A Vörös Sándor napok programsorozatát a Nemzeti Színház előadása a Psziché zárta.